áprilisban a... Mirkóczi Ádám a parkolóházzal kapcsolatos közgyűlési döntésről pénteki sajtótájékoztatóján többek között arról beszélt, hogy többször próbálták megoldani a parkolóház problémáját, de a Covid és a befektetők hiánya miatt nem tudtak pontot tenni az ügy végére. Véleménye szerint az EVAT jelenlegi vezetése politikai parancsra zárta be a szerződés nélkül üzemeltetett parkolóházat. Hozzátette, az átmeneti megoldás érdekében tárgyalásokat folytatott a tulajdonosokkal, melyről elmondása szerint tájékoztatta Orosz Lászlónét, a Fidesz-KDNP frakcióvezetőjét, és nem tudott arról, hogy másik egyeztetés is volt a témával kapcsolatban. Csett neki, kinek az érdekét képviselte? Ő ügyvédként túl azon, hogy teljesen jogszerűtlenül járt el és felhatalmazás nélkül tárgyalt, adott esetben a másik felet megtévesztve a város nevében, semmilyen jogosítványa és felhatalmazása nem volt ahhoz, hogy ilyen súlyú kérdésben, ami hosszú évekre kalodába zárja pénzügyileg és milliárdos veszteséget tud okozni a városnak, ő bármit is tárgyaljon. Kinek az érdekében tette ezt a tárgyalást, ezt a mutyizást, mert ezt másnak nem lehet nevezni. A polgármester elmondta, az új szerződés tervezett 2 helyett 6 évről szólna, és az összesített bérleti díj erre az időszakra 423 millió forint lenne, valamint 1,2 milliárdtól 2 milliárdig lehetne vételi jogot biztosítani, ami szerinte nem termelhető ki és nem is térülne meg. Véleménye szerint, ha az EVAT nem politizálna, akkor vele együtt tiltakozna a vagyonkezelő az új szerződés ellen, melyet a polgármesterként aláírna, elmondása szerint hűtlen kezelést követne el.